Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben másodfokú egyenletek megoldásáról tanulunk, megoldó képlet segítségével. Bevezetőkben már megismerkedtünk a megoldások három típusával. Amikor két valós megoldás van, amikor a két megoldás megegyezik, illetve amikor nincs valós megoldás. A folytatásban olyan feladatokat oldunk meg, melyek nincsenek általános alakban. Ilyenkor először rendezzük őket, majd a már bevált módszer alapján keressük a megoldást, illetve a megoldásokat. Nézzük akkor a folytatásban negyedik feladatunkat. Mínusz 0,4x négyzet plusz 8,8x egyenlő 34. Először is rendezzük tehát az egyenletet nullára. A mínusz 0,4x négyzet plusz 8,8x, őt csak átmásolom, a 34-et átviszem a bal oldalra, lesz belőle mínusz 34, és ez egyenlő lesz nullával. Összpontosítsunk akkor most a tizedes törtekre, mivel egy tizedes helyünk van, érdemes akkor beszorozni egy tizedes egységgel, konkrétan tízzel, mivel két darab mínuszunk van, nem csak tízzel, hanem érdemes mínusz tízzel szorozni. Nézzük akkor az előjeleket, mínusz szorozva mínusz szalasz pluszot ad, 0,4-et úgy szorzom tízzel, hogy a tizedes veszőt egy helyjel elviszem jobbra. Így akkor a 0,4-ből 4-et kapunk, vagyis 4x négyzet. A 8,8-nél is viszem egy helyjel jobbra, pluszor mínusz az mínusz, 88x, a 34 esetében őt szintén viszem jobbra, vagyis úgymond egy nullát utána írok, mínuszor mínusz az plusz, 340, és ez egyenlő nullával. Mondhatnánk azt, hogy imen megkaptuk az átlános alakot. Viszont vegyük észre, hogy minden egyes tag még osztható kettővel, sőt nem csak kettővel, hanem négyel. Így akkor nyugodtan megtehetjük, hogy úgymond kiemeljük a négyet, és nézzük, mi marad akkor zárójelben. 4x négyzet osztva 4-jel, négy marad tehát 1x négyzet. Mínusz 88-at ha osztom 4-jel, marad a mínusz 22, x-et csak lemásolom, és a 340-et úgy osztom 4-jel, hogy kétszer felezem, 340-nek a fele a 170, annak a fele 85, tehát plusz 85, és ez egyelő nullával. Mivel tudjuk, hogy egy szorzat akkor lesz nulla, ha valamelyik tagja nulla, hát a 4 nem lehet nulla, úgymond ezzel a négyessen nem is kell, hogy foglalkozzunk. Úgy is mondhatnám, hogy az erőző egyenletet most elosztottuk négyel. Összpontosítsunk akkor csak a maradék részre, 1x négyzet, mínusz 22x plusz 85, egyenlő 0-val. Oldjuk meg ezt a másodfokú egyenletet mivel itt már adott az általános alak, illetve erre rendeztük, írjuk ki akkor az együtthatókat. x négyzetet egy szorozza, x-et mínusz 22, a szabadtak pedig 85. Nézzük akkor a megoldó képletünket, és helytesítjük be annak, b-nek és c-nek a megfelelő értékeit. Kezdjük akkor a számlálóval. Mínusz b, mivel a B az mínusz 22, ennek az ellentétje plusz 22 lesz. Majd jön a plusz mínusz, és hát a négyzetgyök. B négyzet, vagyis mínusz 22 az egész a négyzeten. Mínusz négyszer, az A-nak az értéke 1, a C-nek az értéke pedig 85. És a nevezőbe 2 A, vagyis 2 ször 1. Először számoljuk a négyzetgyöknek az értékét, többi részét csak lemásolom. Plusz 22, plusz mínusz, és akkor jöhet a négyzetgyök. Ki kell számolnunk először is 22-nek a négyzetét. 22-ször 22-t akár külön össze is szorozhatjuk, vagy ha eszünkbe jut az a gyorsított módszer, 2 a négyzeten az 4, 2 x 2 annak a duplája az 8, és 2 a négyzeten úgy szintén 4. Tehát 22 a négyzeten az 484. Nézzük most a szorzatnál az előjelet. Egy darab mínuszunk van, tehát mínusz lesz, és ha négyel szorzom a 85-öt, találkoztunk már egy ilyen hasonló művelettel, visszakapjuk a 340-et. A nevezőben pedig kettőször egy az egyenlő kettővel. Számoljuk ki akkor a négyzegyöknek az értékét. 22 plusz mínusz, és akkor a gyök alatt nézzük, mi marad. Ha 484-ből kivonjuk a 340-et, ez egy nagyon egyszerű kis kivonás, 144-et kapunk. A nevező pedig kettőt lemásoljuk. Szerencsénkre a 144-nek van pontos gyöke, tehát mégis ezt elvégezzük, 22 plusz-mínusz, 144-nek a gyöke pedig 12, a nevező pedig 2. És így számoljuk most külön az x1, illetve az x2-t, egyik esetben majd plusz teszünk, másik esetben pedig mínusz teszünk a 22 és a 12 közé. Nézzük akkor az első megoldásunkat. Legyen akkor ez a pluszas verzió. 22 plusz 12, és az egész törve kettővel. Figyeljünk arra, hogy ne egyszerűsítsünk, először számoljuk ki az összeget. 22 plusz 12 az 34, és most már el lehet osztani kettővel, 34-nek a fele, az 17. Íme ez lesz az egyik megoldásunk. A másik megoldásnál nagyon hasonlóképpen számolunk, csak most a 22-ből kivonjuk a 12-t, és azt a különbséget osztjuk majd 2-vel. 22-12, az kereken 10, és 10-nek a fele pedig 5. Ez lesz a másik megoldásunk. Föl is írhatjuk akkor a megoldás halmazunkat, az egyik megoldás, tehát a plusz 5, a másik pedig a plusz 17. És a feladat végén jött akkor az ellenőrzés. Emlékezzünk vissza, így szólt az eredeti egyenletünk, amit miután rendeztünk, hogy eltűnjenek a tizedes törtek, az x négyzet mínusz 22x plusz 85 egyenlő 0 egyenletét kaptuk. Igaz, hogy a szabály azt kéri, hogy az eredeti egyenletbe helytesítsük be a megoldásokat, viszont egy picit próbáljunk megcsalni, hogy könnyebben számoljuk és végezzük az ellenőrzést, a most, illetve a rendezett egyenletbe helytesítsünk vissza. Nézzük akkor az első megoldásunkat, az ötöst, ha visszahelytesítem, x a négyzeten, vagyis 5 a négyzeten, mínusz 22 szorozva 5-tel, plusz 85, nullát ad -e. 5 a négyzeten az 25, mínusz, 5 x 22 az 110, Plusz 85 egyenlő kell, hogy legyen nullával. Van két pozitív száma, a 25 és a 85. A kettő együttesen 110 ad, 110 mínusz 110 egyenlő nullával. Helyes a megoldásunk. Most ellenőrizzük le a plusz 17-et. X négyzet, tehát 17 a négyzeten, mínusz 22-ször 17. Plusz 85 egyenlő nullával. 17 a négyzeten, ismerjük a négyzetszámokat, az 289, mínusz, hát ha most a 22-t szoroznám 17-tel, akár a feladat mellett össze is szorozhatjuk, de könnyen tudunk 22-vel szorozni, 2 17 az 34, vagyis 20 17 az 340, 340 meg 34 az 374, plusz még a 85, nézzük, hogy ez összesen nullát ad-e úgy szintén van két pozitív számunk. 289, hozzáadom a 85-öt, az 360, meg 14, az 374, mínusz 374, ez is nullát ad, tehát a második megoldásunk is helyes. Mostani feladatunkban tizedes törtek szerepeltek. Nézzük, mi minden vár ránk az ötödik feladatban. Így szól a feladatunk. 3 tized, x négyzet egyenlő 7 x plusz 1. Láthatjuk, hogy nincs általános alakba, rendezzük akkor az egyenletünket nullára. A 3 x négyzet marad a bal oldalon, a 7 x et átviszem a bal oldalra, természetesen megváltozik az előjele, most már mínusz lesz, ugyanígy a plusz 1-et is átviszem a bal oldalra, és marad egyenlő nulla. A folytatásban akkor próbáljunk meg megszabadulni a nevezőktől, tehát a törtektől, Keressük akkor 10-nek és 20-nak a legkisebb közös többszörösét, ez lesz a 20. Bővítsük akkor ezeket a tagokat a legkisebb közös többszörössel, vagyis a 20-szal. Az első tört esetében valójában 20 osztva 10-zel 2-vel bővítem, a második törtnél 20 osztva 20-szal az 1, itt nem is változik majd a számláló, a két utolsónál pedig mind a két esetben 20-szal kell szorozni, mivel mindkét esetben a nevező 1 volt. Nézzük akkor a bővítést, és figyeljünk arra, hogy innentől kezdve már eltűntek a nevezők. 3 x 2 az 6, tehát 6x négyzet. Mínusz 7 x 1 az 7, vagyis 7x. Mínusz 20 x 1 az 20, és az egyenlő nullával. Íme megkaptuk az általános alakot. Osztani nem tudunk, legfeljebb csak egyel, aminek nem sok értelme van, tehát ezt az egyenletét kell most, hogy megoldjuk kísérjük akkor az együtthatóknak az értékeit. Az x négyzetet szorozza a 6, az x-et szorozza a mínusz 7, a szabadtak pedig a mínusz 20. Nézzük akkor a megoldó képletünket, és helyettesítsük be a-nak, b-nek, c-nek az értékét. Kezdjük szokásunkhoz híven a mínusz b-vel. Mivel a b az mínusz 7, ennek az ellentétje plusz 7 lesz. Plusz mínusz, nézzük akkor most a négyzetgyököt b négyzet, vagyis mínusz 7 az egész a négyzeten, mínusz négyszer, az a az 6, és szorozva, zárójelben a mínusz 20-szal, vagyis a c-vel. A nevezőnkbe kerül a kettőször a, vagyis a kettőször 6. Összpontosítsunk először is a négyzetgyökre. A 7 és a plusz mínusz csak lemásolom, majd gyök alatt. Mínusz 7 a négyzeten, attól függetlenül, hogy negatív számról van szó, a négyzete plusz lesz, 7 x 7 az 49. A szorzatnál nézem először is az előjeleket, mínusz szorozva mínusz szalasz pluszot ad, 4 x 6 az 24, 2 x 24 az 48, meg egy nullát utána írok, az 480. És a nevezőben 2 x 6 az 12 adjuk össze a 49-et és a 480-at a négyzetgyök alatt, a feladat többi részét csak másolom, 480, hozzáadok 45 et az 520, meg még 9-et az 529. A nevezőt úgy szintén lemásolom. És ha ismerjük a négyzetszámokat, akkor ismerős lehet az 529, hiszen az 529 az a 23-nak a négyzete. Tehát, hogy gyököt vonok 529-ből, 23-at kapok, a feladat többi részét lemásolom. És íme most már számolhatom külön az x1, illetve x2-nek az értékét. Az x1 esetében a 7 és a 23 közé pluszot teszek, a nevező természetesen csak 12, összeadom a 7-et és a 23-at, az 30, 30 per 12. Vegyük észre, hogy mindkét számot el tudom osztani 6-tal. 30-ban a 6 megvan 5-ször, 12-ben pedig kétszer. És akkor az 5-2-t, ha végén még átalakítom, vegyes törté, 5-ben a 2 megvan kétszer, a maradék 1, vagyis az első megoldásunk 2,12-ed. A második megoldásnál a 7-ből most kivonom a 23-at, és ezt a különbséget osztom 12-vel. Mi van akkor, hogyha a 7-ből kivonjuk a 23-at, az előjel mínusz lesz, Olyanban a 23-ból vonom a 7-et, ez lesz a 16, a nevező pedig 12. Itt is tudunk egyszerűsíteni, két számot elosztom 4-jel. 16-ban a 4 megvan 4-szer, 12-ben pedig 3-szor. Itt is át tudjuk alakítani vegyes törté, figyeljünk arra, hogy az előjel itt mínusz, 4-ben a 3 megvan egyszer, maradék 1, vagyis a második megoldásunk, mínusz 1,1 harmad. Írjuk fel akkor a megoldás halmozunkat, mínusz 1,1 az egyik, 2,12 pedig a másik megoldás. Természetesen a sorrend az tetszőleges, én általában előre írom a kisebb számot, utána pedig a nagyobbat. A feladat végén hülyet akkor még az ellenőrzés. Hogy ez könnyebben menjen, én nem az eredeti egyenletben, hanem az átalakított, általános alakba helytesítem vissza. 6x négyzet az egyik megoldásunk a 2,1-ed volt, vagyis az 5 ed vagyis írom 6-szor, a megoldásunk tehát 5 ed ezt zárójába teszem, és a négyzeten. Mínusz 7 x, vagyis 7 x 5,2-ed, mínusz 20, egyenlő 0. Először is az 5,2-edet négyzetre emelem, 5 a négyzeten az 25, 2 a négyzeten pedig 4, 25 negyed. A 7-et és az 5 kettedet, ha szorzom, nem tudok egyszerűsíteni, összeszorzom őket számlálót számlálóval, nevezőt nevezővel. Vagyis mínusz, 7 x 5 az 35, a nevező pedig 2. Mínusz 20-at lemásolom, egyelő 0. A 6 és a 25 negyed esetében tudok egyszerűsíteni, mindkét számot elosztom 2-vel, marad 3, illetve 2, 3 x 25 az 75, tehát ez lesz a 75 ketted, mínusz 35 ketted, mínusz 20, egyelő 0. A 75 kettedből, ha kivonom a 35 kettedet, marad 40 ketted, mínusz 20, egyelő 0. 40-nek a fel az pontosan 20, és 20 mínusz 20 visszaadja a nullát. Ez azt jelenti, hogy az 5 ketted helyes megoldásunk. Nézzük a másik megoldásunkat, amikor is mínusz 1,1 harmadot kaptunk. Vagyis 6-szor mínusz 4 harmad, ez zárójelbe teszem a négyzeten, mínusz 7-szer megint zárójelbe jöhet a mínusz 4 harmad, mínusz 20 egyenlő 0. Úgy szintén először is a négyzetre kezdem. Mínusz a négyzeten az plusz, azt nem is kell írni, 4 harmad a négyzeten pedig 16 kilenced mínusszor mínusz az pluszot ad, itt sem tudok egyszerűsíteni, így akkor 7 x 4 az 28, a nevező pedig 3. Mínusz 20, egyenlő 0. Elemben itt már tudok egyszerűsíteni, 6-ot is 9-et is elosztom 3-mal, 6-ban a 3 megvan 2x, 9-ben pedig 3x. 2x16 az 32, ez lesz tehát a 32 harmad, plusz 28 harmad, mínusz 20 egyenlő nullával. Ha összeadom a 32 harmadot a 28 harmaddal, az 60 harmad, 20 egyenlő nulla, mivel a 60 harmad az pontosan 20, igen, a 20 mínusz 20 nullát ad, vagyis azt jelenti, hogy a mínusz 4 harmadunk is helyes megoldás. És nézzük leckénk utolsó feladatát. A hatodik feladat így szól, zárójelben x 8 szorozva a másik zárójelben 2x-5, egyenlő mínusz x-10. Hát itt egyáltalán nem látjuk még a másodfokú egyenletet, rendezzük először is, kezdjük azzal, hogy a zárójeleknek a tartalmát összeszorozzuk, minden tagot minden taggal. x szorozva 2x-el az 2x négyzet, x szorozva mínusz 5-tel az mínusz 5x, mínusz 8 szorozva 2x-el az 16x, és mínusz 8 szorozva mínusz 5-tel, az plusz 40. Mindjárt rendezem nullára, ami azt jelenti, hogy a mínusz x-et háthozom a bal oldalra, lesz plusz x, a mínusz 10-ből pedig lesz plusz 10, és az egyenlő nullával. Rendezük a bal oldalt, x négyzetes tagokból csak egy van, tehát a 2x négyzetet lemásolom. Ami az x-es tagokat illeti, van mínusz 5x, mínusz 16x és plusz 1x mínusz 5x, meg mínusz 16x az mínusz 21x, meg plusz 1x az mínusz 20x. Maradt még két szabad tag, plusz 40 és plusz 10, az összegük plusz 50, és az egyenlő nullával. Íme adott már az általános alak, viszont vegyük észre, hogy mindegyik együtt ható elosztható kettővel. Így akkor 2x négyzetet, ha 2 kettővel, marad csak x négyzet, mínusz Húzva 2-vel az 10, tehát mínusz 10x, és az 50-et hoztam 2-vel, maradt plusz 25, egyenlő 0. Ez már egy olyan általános alak, amelyet könnyen meg tudunk oldani. Írjuk ki akkor az együtthatóknak az értékeit. x négyzetet egyszorozza, x-et mínusz 10, a szabad tagunk pedig a 25. Fogjuk akkor a megoldó képletünket, és helyettesítsük be. A-nak, B-nek és C-nek az értékeit. Kezdjük akkor a mínusz B-vel. Mivel a B az mínusz 10, annak az ellentétje plusz 10. Plusz mínusz, vagy most a négyzetgyök, B négyzet, vagyis mínusz 10, az egész a négyzeten, mínusz 4 az A az 1, szorozva, a C pedig 25. A nevezőben van a 2 A, vagyis 2-ször 1 számoljuk először is a négyzetgyöknek az értékét, tehát a tizet plusz-mínusz lemásolom, majd jön a négyzetgyök, mínusz tíz a négyzeten a száz. Ha megnézzük az előjelet a szorzásnál, mínuszt kapunk, 4 25 pedig 100, a nevező pedig 2 x 1 az 2. Már lehet látni az, ami számunkra nagyon jó, hogy a négyzetgyök alatt 100 mínusz 100, vagyis az 0, tehát négyzetgyök 0, és a nevező törve 2 Ez az a típus, amikor is a két megoldásunk megegyezik, hiszen a négyzetgyök egyszerűen eltűnik. Így akkor mindkét megoldásunk egyenlő 10 per kettővel, vel vagyis plusz 5. A megoldás halmazunk tehát plusz 5 és plusz 5. Jelent akkor még az ellenőrzés. Vegyük az eredeti egyenletünket, és ide helyettesítsük be az ötöst. Az első zárójelben 5 mínusz 8, a második zárójába 2 ször 5 mínusz 5 egyenlő lesz mínusz 5-tel és mínusz 10-tel. Az első zárójának az értéke 5 mínusz 8 az mínusz 3, ezt meg kell szorozni, 2 ször 5 az 10, 10 mínusz 5 az 5-tel, és az egyenlő kell, hogy legyen, a jobb oldalon rögtön össze is vonom mínusz 5 meg mínusz 10 az mínusz 15 és igen, láthatjuk, hogy mínusz 3 szorozva 5-tel tényleg mínusz 15-öt ad, ami azt jelenti, hogy helyes a megoldás halmazunk. És ezzel sorozatunk második részének végéhez is érkeztünk. A folytatásban még három feladat vár ránk, ahol úgy szintén először is rendeznünk kell az eredeti feladatunkat, hogy megkapjuk az általános alakot, majd a megoldó képlet segítségével kiszámoljuk a megoldást, illetve megoldásokat. Köszönöm a figyelmeteket!